Szerintem senki nem vágyik arra, hogy most a villamoson oda jöjjenek hozzá fotózkodni. Jaj, de hányan. Istenem. De jó, lehet, azok nem mennek. Hány ember van? De azok nem ülnek itt? Itt van. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, és ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Varga Zoltán, vállalkozó, az ország egyik legjelentősebb befektetője. Bonyhádról származik, édesapja bányász, édesanyja kétkezi munkás volt. Ő az ország 50 leggazdagabb és legbefolyásosabb emberének egyike. Ő a tulajdonosa a Centrál Média Csoport ZRT-nek. Ide tartozik többek között a 24.hu, a Story magazin, a Nőklapja vagy az NLC.hu. Üzleti portfóliója igencsak változatos, vállalkozásai között van többek között lengyel mobilszolgáltató cég, szlovák startup cég vagy argentin fapados légitársaság is. Párosú másik tagja Horváth Krisztián művész nevén Krúbi, háromszoros fonogramdíjas, rapper, énekes, dalszövegíró, a fiatalok körében jelenleg az egyik legnépszerűbb hazai előadó. 2017-ben jelent meg az első rap száma, azt 3 millióan nézték meg az egyik videó megosztó portálon. Szövegei igencsak naturalisztikusak, szókimondóak, senkit és semmit nem kímél, sőt, aktuál politikai bírálatoktól sem riad vissza. Végzettsége szerint egyébként közgazdász. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Te mikor lepődsz meg jobban, hogyha nem tudják egy találkozásnál, hogy ki az a Krúbi, vagy amikor hisztérikus rohamot kapnak a találkozáskor? Hát olyan borzasztóan meglepődni egyiknél sem szoktam, tehát azért előfordul. Egyiknél sem lepődsz meg? Hát nyilván attól függ, hogy tehát abból, hogy kivel találkozom, vagy milyen korosztály, kivel találkozom, azért van általában egy feltételezésem, hogy vajon tudja, hogy ki vagyok, és hogyan fog reagálni. Fiatalnál szinte borítékolható a hisztérikus reakció? Hát ha nem is hisztérikus, de ott valószínűsíthető, hogy legalább tudja, hogy ki vagyok, és van olyan is, hogy akár rajongást is mutat, igen. És ilyen idősebb a korosztálynál meg ott meg eléggé változó, és nyilván mi, ahogy megyünk fölfel, egyre kevésbé valószínű, tehát hogyha megszólít egy 70 éves hölgy a Lidl-ben, akkor nem arra számítok, hogy azért szólít meg, hogy fotót kérjen. Ha megszólít egy 18 éves, akkor általában arra számítok. Aztán van, amikor már mondom neki, hogy persze csináljuk, és kiderül, hogy csak megkérdezi, hogy merre van a Vihar utcaim. Meg... Azért az kellemetlen tud lenni. Igen. Akkor nézze, hogy mekkora narcisztikus barom vagyok. De igen, tehát azért egy ilyen fiatalnál, ha megszólított, nagyon jellemző, hogy ezért. Zoli, te kiért tudsz rajongani? Sok mindenért, elvekért. Magasztos pillanatokért, és természetesen emberekért is. De hogyha most... Mindre mondasz egy-egy példát? Magasztos percek, például én megcsináltam a Caminót, és emlékszem, volt egy olyan terület, ahol ilyen nagyon völgyes, dombos volt, és egész nap gyalogoltam, mentem kb. 50 kilométert, és emlékszem, az Allegriát hallgattam, és ez olyan felemelő zene volt nekem, az egy ilyen, és így gyakorlatilag lebegsz, tehát, hogy hegy, völgy, és ez olyan felemelő. Tehát erre, ezt még mai napig is elő tudom idézni. Ezeket át tudod élni? A jelenbe tudsz élni ilyen értelemben? Igen. Tehát nekem nagyon vannak intenzív pillanataim, tehát megélek helyzeteket pozitív, negatív értelemben, de ezeket meg tudom élni. Elvre mondasz egy példát? Jót tenni a világban. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon banálisan hangzik, de talán az egész életem erről szól, és én behiszek még. Hogy a világ megváltoztatható? Abban már nem annyira, de hogy az én célom az, hogy jobbá tegyem, és hogy ebbe nekem van szerepem, abba hiszem. Tehát, hogy abban, hogy nekem van tennivalom, és tennem kell, abban mélyen hiszek egyébként. Ezt mióta gondolod így? Nagyon vicces, de ez már körülbelül a középiskolás köröm óta van. Tehát, hogy a középiskolás korom óta tudtam, hogy nekem majd lesz iskolám, akkor azt gondoltam, hogy egy kastélyba lesz egyébként, és menedzsment képzés lesz benne, és hogy ezek nem így valósultak meg, de hogy akkoriban már volt egy ilyen lövésem. De honnan gondolja ezt egy fiatal, tizenvalahány éves ember? Mi a sugallat? Alulról jövés, drive, rengeteg olvasás,
És az, hogy bele akarod magad helyezni a világba intellektuálisan. Az miért volt fontos? Valami fajta ilyen kisebb rendőrségi érzés miatt? Mert egy alapvető munkás családból származom. Édesapám bányász volt, anyukám betanított munkás. Fantasztikus dolgot tettek velem, de hogy azért nem könyvet tudtam levenni otthon a polcról, és ugyanakkor meg ez érdekeltet, hogy ez nekem fontos volt ez a kitörés egyébként. Te tulajdonképpen ugyanúgy sejtetted, ahogy Zoli, hogy belőled egyszer még egy sztár lesz? Mert minthogyha egészen fiatalkorod óta erre készültél volna. Hát így utólag visszanézve elég olyan, mintha ez egy ilyen nagyon gyerekkoromtól felépített dolog lett volna. Az maga a sztárság, az szerintem nem volt úgy kőbevésve a fejemben, hogy ez így lesz. Az, hogy szeretnék egy remélhetőleg kiemelkedően jó életművet, így zenei alkotásokból, albumokból egy nagyon jó diszkográfiát, az úgy abszolút kitűzött szerintem volt, mindig nagyon előre gondolkodom, nagyon megvannak az elképzeléseim, hogy ez hogy kéne, igen. Ez nem gátja a spontaneitásnak? De valahol igen, szerintem. Ahogy Zolitól kérdeztem, hogy át tudja élni a Caminón azt a bizonyos pillanatot. Te át tudod élni, amikor veled ilyen varázslatos pillanatok történnek? Nagyon nehezen, és ez egy olyan dolog, ami úgy jelenleg úgy dolgozom is, meg nem tudom, terápián is, tehát hogy ez kifejezetten egy olyan dolog, amiben nagyon szeretnék fejlődni, mert nagyon nem vagyok ügyes abban, hogy így a jelen pillanatban legyek, hanem mindig te gyakorlatilag folyamatosan a jövőben vagyok a gondolataimban. Például, ha ilyen jellegű programokat tervezek be az életemben, hogy most szeretnék valahova elmenni kikapcsolódni, szeretnék egy szép helyen lenni a természetben, akkor miközben ott vagyok, akkor tudom, hogy most ki kéne kapcsolnom ezeket a gondolatokat, meg terveket, meg dolgokat, amivel el vagyok foglalva, és meg kell élnem a pillanatot, itt kéne lennem, kétségbe esetten azon küzdök, és arra vagyok ráfeszülve, hogy most ugye megérem a pillanatot, ugye most sikerül, és akkor már amiatt nem sikerül, és ilyen pillanatból van számtalan, illetve nyilván az ilyen karrieremben is azok a pillanatok, amikor ott állok a színpadon, és már beleraktam minden munkát, és bíznom kéne abban, hogy most már tudom, mit csinálok, és most már csak itt kéne lennem és élvezni. Akkor is sokszor volt, hogy azon kaptam magam, hogy úgy nem is vagyok ott fejben, hanem már tervezem, hogy ennek a számnak mindjárt vége, akkor utána a következő, és akkor oda így csinálom, úgy csinálom, és hogy úgy emlékeztetnem kellett volna magamat, hogy egy kicsit ott is legyek, miközben ezek a egyébként lenyűgöző dolgok történnek velem. Ha már említetted a bonyhádi otthont, ha becsukod a szemed és mondjuk felidézed azt a házat, azt a lakást, azt a családi milliót, akkor mit látsz? Hogy kell azt elképzelni? Pontosan tudom. Tehát, hogy kis szoba, még mindig megvan az ajtó benne, amire egyébként emlékszem, még talán középiskolás voltam, beszereztem egy matricát, akkor nem tudom, mi volt a könyvkereskedő cégnek, vagy a könyvesboltnak a neve, nem tudom, Bonyhádon beszereztem, és otthon azt hiszem az olvasás szép, és nem tudom pontosan vissza, de mi mindig ott van, tehát azt fölragasztottam, és az mindig ott volt a szemem előtt. Ez egy kockaház, tehát a tipikus Kádár kocka, annak minden jellegzetességével, kiskerttel, de itt nőttem fel, tehát szép, fantasztikus, de innen el kellett jönni, tehát hogy, de jó, tehát alapvetően jó volt. Azt, hogy Bonyhádról el tudok jönni, és el kell jönnem, ez viszonylag gyorsan tiszta volt. Mondok egy nagyon egyszerű példát, gyakorlaton voltam ki Németországban egyetem alatt, és akkor emlékszem, hogy bementem postára valamit intézni, és a ruházatom nem volt semmi különös, tehát az ottani C-undából vásároltam, és akkor a helyi lakosok megszóltak, hogy Zoli, te már nem vagy idevaló, te már nyugati ruhával jársz. És beszéltünk 88-ról, tehát hogy, és akkor már fura volt, tehát hogy pedig tényleg olcsó ruha volt, de az már kitűnt akkor, tehát hogy az fura volt. Említetted azt a szót, hogy drive. Az elfogy valaha? Ez egy olyan üzemanyag, sajnos ami... nem. Sajnos? Hát jó lenne, hogyha egy kicsit tudnék lassulni, de nem. Tehát, hogy ez egy kényszer egyébként. Kényszer kifelé? Önmagad felé elsősorban. Tehát, hogy én mindig szeretnék új dolgokat, jó dolgokat csinálni, és ezért belevágok mindenféle kalandba, mindenféle fejlesztésbe, és ez belülről jön. Tehát jó lenne már kicsit kevesebbet dolgozni, kicsit
lenyugodni, nem tudok. Tehát, hogy ez a drive, amit hoztam otthonról, ez van, ez szerintem életem végéig velem lesz egyébként. Te úgy teszel érte, hogy kicsit csillapodjon? Próbálok egyébként, igen. De az előbb, amikor beszéltetek, hogy kire néz fel az ember, és hogy milyen hatást vált ki. Van egy Stanley Druckenmiller nevezető pasi, világ egyik legnagyobb befektetője, soros alapkezelőnél valaha ő csinálta sok pénzt, és egy nagyon normális, nagyon jó értékrendű pasi, és nemrég voltunk Izraelben a párommal, és reggel a reggeli mellett megjelent a Druckenmiller. Hát két napig nem lehetett velem bírni. Már itt a druki, hát kész, hát teljesen az. És nem mentem oda, hogy fotózkodjak vele, de tényleg. Tehát, hogy... Ez bánod, hogy nem mentél oda? Igen. Hát abszolút, hát ő egy akkora ember, és én egy nagyon jó ember, tényleg. Tehát, hogy tök nora. Két napig auszon voltam, hogy nem csináltam egy fotót a drukival, ott volt mellettem, és nem. Tehát, hogy... De annak örültem, hogy még 55 évesen is így tudok izgulni egyébként. Tehát, hogy ez szerintem fontos. És hogyha 20 év múlva is meg lesz, akkor még, de ugyanakkor meg teher is, mert hogy mindig többet akarsz csinálni, még akarsz előre menni, és egy idő után már a családod, meg a környezet, nyugodjál már le, add át a helyedet, csinálj mást. Az nem tipikus egyébként Magyarországon, hogy valaki még nagyon-nagyon sok mindent akar csinálni. De vannak olyan pillanatok, amikor rá is csodálkozol, pont a nagy távolság okán Bonyhád és mondjuk Izrael között, hogy azt mondod, hogy a 700-át neki most itt ül mellett. Mekkora utat jártam én be? Nem én. Mások mondják nekem, hogy figyelj, te megcsináltad már, tök oké, maradjál már nyugodt. Mondom, oké, és akkor leesik egyébként, hogy ezt tényleg megcsináltam. Valamikor saját magadban ez nem egyértelmű? Tehát még úgy érzed, hogy félkész? Van, nagyon gyakran. És akkor jön a drive. Tehát, hogy azért visz előre a drive. Tehát jó dolog a drive is, de nagyon rossz is. Tehát, hogy mert nem tudod kikapcsolni. Tehát szinte soha? Ez, amiről a Krisztián beszélt a nyaralás alatt. Tehát, hogy én nyaralás alatt olvasok, és akkor beugrik ebből erre egy ötlet. És akkor leírom, hazajövök, és akkor csinálom. Pedig hát tökre nyaralnom kell, de hát azért vagyok ott. Azért vagyok ott a családdal. De beugrik, gondolkodom rajta, és akkor még le is írom. Ez szerintetek micsoda? Ez megszállottság, ez szenvedély, ez valami végeérhetetlen bizonyítási kényszer, mert nagyjából egész évben a mozgatórugó valahol mindkettőtöknél hasonló. Én azt gondolom, az elején ez egy kényszer volt, most én úgy élem meg, hogy ez egy szenvedély már, tehát, hogy, és egy jó értelembe vett szenvedély. Én is talán inkább szenvedélynek mondanám, szerintem van azért egy olyan oldala, legalábbis az én esetemben biztosan, ami kifele szól, tehát egyfajta kényszer, hogy úgy érzem, hogy mindig le kell nyűgöznöm az embereket valamivel. Van benned ilyen kényszer? Szerintem van, igen. De igen. Amikor énekelsz, dalszöveget írsz, hogy egy ilyen helyzetben is, mert azért ilyenkor egy ilyen visszafogottabb fiú. Ilyenkor nem, tehát, vagy hát annyira, amennyire. Én már belesüllyedtem a székbe, érzem. Hogy ne lenne, persze. Ne, tehát, hogy amennyire az ember úgy igyekszik szimpatikusnak lenni a környezetének, nyilván bennem is van, de hogy alapvetően inkább így a zenei dolgokban, meg abban, ahogy performancot adok a színpadon, meg ilyesmi, abban abszolút nem az az érzés van bennem, hogy hú, ma szeretném a legtöbbet kihozni magamból és egy jó koncertet adni, hanem az van bennem, hogy szeretném, hogy mindenki úgy menjen innen haza, hogy ilyen koncertet még nem is láttam, és ez a csávó csinálta a legkirályabb koncertet valaha, és hogy ez azért szerintem egy ilyen, azért egy hiúság is, meg egy ilyen igény arra, hogy már pedig nekem lenyűgözőnek kell lenni, és szerintem... A dalszövegek esetén is, vagy amikor provokatívnak tűnsz, vagy az is vagy, be is mered vallani, hogy ráteszel még 4 lapáttal. Tehát elférne ott egy cseszd meg, de egy sokkal erőteljesebb kifejezéssel érsz, akkor hadd szóljon gyerekek, ugye? Előfordul, igen. Előfordul? Hát hogyha úgy érzem, hogy jobb lesz tőle a dal, hogy van benne egy ilyen túlzó dolog, ami szerintem sokszor egy jó eszköz, akkor persze, akkor odaírom. Eszköz mihez? Hát ahhoz, hogy az ember átadjon valamit, ahhoz, hogy az ember egy szórakoztató formában átadjon valamit. Nem is mérlegeled azt, hogy amikor megsértődhetnek emberek Palvin Barbarától Eszenyi Enikőn át, akikbe, hogy beleszúrsz, nem mindig, szerintem nem mindig
elegánsan, vagy nem tudom, mi a jó szó. És az elegáns szót használnám, nem az első, ami eszembe jut, de nem nagyon mérlegelem. Az ember, én úgy vagyok ezzel sokan szerintem nem értenek egyet, de ez én azon az állásponton vagyok, hogyha elindul egy művész azon az úton, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy bizonyos ember ezt hogy érti félre, vagy hogy bántódik meg rajta. Tehát mindig lehet olyat találni, akinek egy adott alkotás bántó lesz. És hogyha ezen az úton elindulsz, akkor nehéz megmondani, hogy hova húzd a határt. De, hogyha, de te mindig ilyen nagy szabadságigénnyel léptél fel és éltél? Tehát, hogy a te autonómiád az mindig ennyire korlátlan volt? Hogy engem nem érdekel, hogy mit gondolnak róla, nem érdekel, hogy kinek a határait sértem, megyek a saját fejem után? Hát így a magánéletben egyébként nem. A magánéletben szerintem inkább konfliktuskerülő vagyok egyébként. De ennek iszák meg a levét, eszenyék akkor ezek lehet, szerint. Igen, kitörzelem minden. De ugye a művészetben viszont nagyon ragaszkodom ehhez a szabadsághoz, vagy addig, amíg törvényileg tehetem, addig én ragaszkodom ahhoz, hogy már pedig ez egy művészeti alkotás, ez egy absztrakt valami, és beleírhatom, amit bele szeretnék írni. De szerinted a te szabadság eszményed és igényed tett téged sikeressé, vagy a te sikerességed tette lehetővé ezt a nagy szabadság eszményt és igényt? Nem hiszem, hogy a sikeresség tette lehetővé, amikor még nem, tehát hogy nyilván aki sem egyre nem sikeres, az is írhat bármit, legfeljebb nem fut be vele, tehát hogy sőt, inkább ha az ember egy, gondolom, egy bizonyos szint fölött falakba lehet ütközni, az ember nem hoz kompromisszumot, de hogy én alapvetően továbbra sem szeretnék ettől függetlenül. Egyáltalán? Nem is kell? Nem, eddig amúgy nem kellett, tehát szerintem ezek kicsit olyanok, hogy az emberek előre meg vannak ijedve, hogy már pedig ha én egy bizonyos szintet el akarok élni, akkor ezt már nem csinálhatom, és ki se próbálja, hogy csinálhatja. És az esetek nagy részében amúgy lehet. Nem tudom neked mi a megélésed ebben, de hogy szerintem ahogy az ember elkezdi csinálni, amit szeretne, és pozitív visszajelzéseket kap, tehát hogy egyszerűen nem értek olyan hatások az életben, amik arra motiváltak volna, hogy ez nem jó irány. Tehát amikor először úgy próbálkoztam ezzel, és úgy talán ügyesebb voltam abban, mint sok zenésztársam, hogy így a kereteken kívül gondolkozzak, akkor pont az a visszajelzésért, hogy erre van igény, és hogy ez nagyon jó, és nem az, hogy úristen, fogd vissza magad. És egyszerűen csak így mentem, amerre mentem volna amúgy is, és pozitív visszajelzések értek, és nem voltak ilyen, egyszerűen nem léteztek ezek a blokkádok, amiktől mindenki fél. Nyilván nem játszik a rádió, de hogy nem számít egyszerűen. Szerencsére van YouTube. Egyébként szerintem a magabiztosság az folyamatosan épül föl. Ahogy a Krisztián mondta, hogy vannak sikereid, akkor az egy megerősítés, hogy jó úton mész. És akkor egy idő után bemersz vállalni mást is, tehát amit korábban nem mertél volna. Tehát szerintem tényleg van egy ilyen íve a jelen fejlődésednek is, a magabiztosságodnak is. Tehát hogy én pontosan tudom, hogy 20 évesen, 30 évesen nem voltam ilyen magabiztos. Milyen voltál akkor? Elveszett gyerek azért nem lehet. Nem. Szerintem pont az, hogy én minden helyzetben feltaláltam magam. Tehát, hogy szerintem 20 évesen én már a frankfurti tőzsde elnökkel csináltam interjút. Akkor volt egy bank és tőzsde nevezetű újság, és akkor felhívtam őket, hogy szeretnék interjúkat csinálni. Itt Frankfurtba, itt élek, miért ne csinálhatnék? És akkor megcsináltam. Tehát, hogy ilyen skrupulussal nem volt bennem. Amit egyébként például a gyerekeimből hiányolok ez a bátorság, hogy nincsenek akadályok. Ha akadályok, akkor vannak, amikor fölteszik eléd. De önmagától ne legyen. És akkor mi van, ha fölteszik? Akkor le lehet dönteni, vagy meg lehet kerülni, vagy vissza lehet fordulni. De legalább próbáljuk meg. Tehát, hogy nekem az például mindig fontos volt az életemben, hogy merjünk. Próbáljuk meg a dolgokat. Bármilyen módon. Ugye a budapesti értéktőzsdére úgy kerültél be, hogy fölhívtad Hardi Ilonát, és azt mondtad, hogy így szeretnénk dolgozni. Ennél bonyolultabb volt egy picit? Nem. De a lényege ez volt, Németországból jöttem haza, pont akkor Németországban gyakorlaton voltam, és azt mondtam, hogy pont tőzsde osztályon dolgoztam, értékpapír osztályon dolgoztam, hát biztos tudnátok engem használni. És az egyszer azt mondta, hogy persze, holnap gyere föl délután, és megbeszéljük. De ezt 0 kilométeresként tette? Tehát úgy hívtad, hogy mintha most megcsörrenne a telefonon, és azt mondaná, hogy Kropacsek Géza. Igen. És akkoriban szerintem ez lehetett. Tehát most így belegondolok, hogy az Ica már mekkora nagy ember volt, én pedig egy harmadéves egyetemista, de szerintem tök oké volt.
És működött. Tehát, ma fölhívna téged valaki, megcsörrene a telefonod, azt mondja. Örülnék neki. Én az ilyen bátor gyerekeket szeretném, hogyha bevállalnák. De egyébként a környezetemben nagyon keveset látok. Tehát ilyen mindenki egy kis területen belül mozog, a boxából nem ugrik ki, mint hogy a Krisztián kiugrik a boxából, de hogy van egy példa, a médiában volt egy srác, egy IT-s fiú, aki bejött dolgozni, és a második nap mondta, hogy itt minden szar, és tulajdonképpen egy szar munkát végzünk, és ez egy fos cég, és dödödödöd, és mondtam, hogy hozzák már föl, hadd nézem meg, hogy milyen fiú ez. De tényleg, tehát, hogy mert fölmondott a második napon. Azt mondta, hogy lúzerekkel nem dolgozik. És beszélünk egy 22 éves fiatal gyerekről, de tényleg. És akkor mondtam, én ezt meg akarom ismerni. És tök normális volt. És mondtam, hogy figyelj, maradj, próbáljuk meg, dolgozunk együtt. És mondta, hogy nem. És elment. De itt tök jól beszélgettem vele. Tényleg. Hogy egyáltalán ellent mert mondani, és volt saját ítéletalkotása 22 éves. Igen, tehát hogy ez szerintem nagyon fontos. Én szerintem kevésbé vagyok egyébként talpra esett az ilyen szituációkban, tehát hogy én azt gondolom, hogy ahol így nagyon eltökélten tudok előre haladni, meg a saját fejem után menni, az azért egy ilyen absztraktabb világban van a kis a művészet világán belül, az ilyen iparági dolgok, meg az, hogy ez a azon keresztül, amit csinálok, most már egy ilyen üzlet lett az egészből, meg cégek, amiket nekem kell menedzselni, meg ilyen dolgok, ez inkább nyűg nekem, és nehezen megy. Social médiámat azt én csinálom, vagy nem csinálom inkább, mert azt gondolom, hogy valójában nincs rá akkora szükség, mint amekkorát így az emberek gondolnak, hogy van. Hát mondod ezt te, aki megtöltöd azonnal a nem tudom milyen koncerthelyszínt hát is. Csak, úgy könnyű. Hát igen, csak pont ez az, hogy megtöltöm úgy is, hogy nem kell naponta posztolni, havonta posztolok egyet, egy toka szelfit általában, és kiírom, hogy ekkor van a koncert, és kész. És hogy tehát hogy szerintem ez a úristen, brandingelni kell a social médiát, ez kicsit egy olyan dolog, amit a menedzserek adtak el a zenészeknek, hogy több százalékot kérhessenek, meg ilyesmi. És hogy valójában annyira pici ország vagyunk, hogy nem lehet nagyon sokáig feltűnés nélkül nagyon jónak lenni valamiben, hogy jó, hogy valamiben, akkor az így nagyon hamar kiderül. Ilyen értelemben te például, ha megkörnyékezett valaki, és ilyen remek ötleteket akart neked eladni, figyelj, majd én megpörgettem is. Akkor te ezt meg is mondod, hogy ez egy orbitális nagy baromság, barátom, tudom én azt? Szerintem inkább az a módszerem, vagy hát nem módszerem, hanem inkább úgy működök, hogy végighallgatom, bólogatok, és utána valahogy ilyen kihúzom magam a szituból. Tehát nem az vagyok, aki ott egy szemtől szembe megmondja valakinek, hogy figyelj, ez egy baromság, hanem inkább úgy udvariasan kibeszélem magam belőle. De igen, tehát hogy... Ez milyen érdekes, tehát a színpadon a szövegekbe röpködnek a bazmegek, meg a menjetek ti a picsába, de amikor egy sima, egyszerű konfliktusra kerül sor, akkor inkább kislisszolsz, ahelyett, hogy azt mondanád, hogy kösz. Igen, tehát az önérvényesítéssel kapcsolatban is kell dolgoznom még magammal, azt hiszem sok szituációban, de hogy viszont a kislisszolásban nagyon ügyes vagyok ám. Tehát ilyen kis angol, egyszer az osztályfőnökön mondta valamit, hogy mi vagyok, hogy mint egy pisztráng vagyok, hogy így megtalálom a legkisebb ellenállást a folyóban, amikor föl kell úszni, vagy valami ilyesmi. Tehát inkább ez volt mindig a stratégiám úgy a való életben. Pisztrángozik, ezt így megjegyezem, abszolút. Ezt most én az angolnázást ismertem, mint kifejezés, igen. De pisztrángozás. Körülbelül ugyanaz, ugyanaz egyébként, igen. Ugye soha nem titkoltad, hogy neked csalódnod kellett üzlettársaidban is. Így. Volt, aki téged átvert. Sokan. Sokan? Igen. Olyanok is, akikkel kapcsolatban az emberi viszonyrendszer nagyon jónak tűnt? Igen, abszolút. Mert te büszke vagy arra, hogy jó a szimatod, tehát... Ebben már két, szerintem üzleti szimatom jó, az emberi szimatom nem biztos, hogy jó. Ezt így utólag, ezt már felülírtam. Tehát, nagyon nagy szabadságot adok embereknek kezdetén, és aztán ez nagyon sokáig tart, mindaddig, amíg nem csalódok. És akkor viszont, akkor nincs kegyelem, no mercy. Tehát, hogy akkor, mert az, onnantól ez azonban nem működik, de hogy nagyon nagy csalódásaim voltak, nagyon sok pénzem bánta meg, és főleg lélekben, tehát hogy ezek a csalódások nem jók. Felülírnak korábbi pozitív élményeket egyébként, közös síeléseket, stb. Tehát hogy ezekre már nem úgy gondolsz vissza, mint amikor. Mert akkor már tudom, hogy akkor lopott. Tehát, hogy akkor az én pénzemből vettem meg a sí felszerelését. Pénz bármikor meg lehet keresni. Barátot nem. Tehát, hogy azért az nehéz szerintem. Hány barátod van? Szerintem
max. 3. Uh-huh. Barát alatt mondjuk azt értjük, hogyha nagy bajba vagy éjjel, akkor fölmered és föl tudod hívni? Igen, igen, igen. Ők milyen típusú emberek? Tehát gyerekkori barátaid, módos emberek, okos emberek, mi a szelekciós szempont? Az életem egy bizonyos szakaszában találkoztam velük, és egyetértettünk sok mindenben az életben, és kialakult egy ilyen barátság. Volt egy nagyon-nagyon jó barátom, aki kicsit ilyen pótpapám is volt, az Ungár András. Róla szoktam nyilatkozni, ő nagyon-nagyon nagy hatása volt az életemre. Tehát, hogy felnyitotta a szememet, segített, kulcsot adott sok mindenhez, gondolkodásban megváltoztatott. De például nem éven lett egy pótmamám. Tehát, hogy elmentem egy jogászhoz, tök jót beszélgettünk, visszamentem még egyszer beszélgetni hozzá, és akkor azt mondta, hogy, vagy én mondtam, hogy ez nekem annyira jó volt ez a beszélgetés, hogy igaz, hogy már nincs egymással ügyünk, de hogy én szeretnék, és ezért fizetek, hogy beszélgessünk. És akkor mondta, hogy hát, hogy ez de ugyanígy volt, úgyhogy inkább pótfélyelvel fogadna, és akkor rendszeresen tudunk legálisan beszélgetni, és nem kell semmilyen, se pénzről, semmiről beszélgetni, és azóta így vagyunk egymással. Ne hülyeskedj. Igen. Életednek magánéleti és üzleti vívódásait vele osztod meg? Nagy részt igen egyébként. Tehát, hogy üzletit nem, mert szerintem annyira az üzlethez nem élt, de magánéletit igen. Tehát, hogy egy nagyon bölcs, hölgyről beszélünk, és pont az ellentétem, tehát nagyon jó család, nagypolgári, kulturális, Budapest, nagyház, stb. Ez fontos volt, mert más fénytörésben látja ugyanazt a problémát? Ez fontos volt, mert más dolgokat hozott otthonról, mint én egyébként. Ez a kettő össze tud csiszolódni, szerintem, de hogy mégis azonos problémáink vannak most már, tehát hogy azonos dolgokról tudunk beszélni. El is fogadod, amit ő mond? Abszolút, tehát egy nagyon bölcs. Nem akarom mondani, de tehát, hogy törvényt írt, nagyon híres, szakmába elismert, és egy nagyon bölcs néni. Ő a házi pszichológusod kvázi. Van olyan, az más, de hogy vele nagyon jókat szoktam beszélgetni egyébként. És mond, ugye, ha ezzel kezdtük, hogy csalódnod kellett barátokban, meg is loptak, ilyenkor az emberben, és ezt én megfigyeltem módos emberek esetén, hogy van egy ugrásra kész, nem is tudom, mi a jó szó, ilyen szenzora, hogy ugye nem a pénzemre utaznak. Tehát, hogy van egy, nem azt mondom, hogy bizalmatlanság, mert az lehet, hogy erős szó. De az ember sokkal körültekintőbb, óvatosabb, elővigyázatosabb? Szerintem mindenki. Tehát, hogy ez szerintem nem rám vonatkozik, hanem ez akár celebekre is. Mit akar tőlem? Miért van a közelembe? Miért kísérel? Tehát, hogy nálam, amikor sokszor azt érzem, hogy megjelenik valaki túlzottan udvarias, és akkor, tehát, hogy mit akar ez tőlem? Tehát, hogy egy idő után az emberben szerintem kialakul egy ilyen védekezési mechanizmus, és ez nem jó szerintem. Tehát, hogy biztos, hogy kiszűrsz olyat is, aki tök természetesen akarna hozzád közeledni. Tehát, hogy lemarad az ember abszolút, így van. De ezt nem tudod kikerülni. Tehát ez a védekezési mechanizmus szerintem mindenkibe kialakul, aki kicsit is, tehát vagy sikert ért el, tehát művészet, üzlet, stb., ez kialakul. Tehát, hogy egy idő után félsz, hogy miért akar hozzám jönni? Vagy amikor hozzád mennek 50-en vagy 100-on aláírásért. Tehát, hogy egy idő után már biztos, hogy sok. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod. Hát ilyen tudatosan ezt magamnak így nem fogalmaztam még meg, ezt a fajta reflexet, ami kialakul, hogy az ember elkezd azon gondolkozni, hogy mi az érdeke a másiknak, amiért közeledni próbál. De úgy miközben mondtad ezt, így elgondolkoztam azon, hogy egyrészt meg amikor a barátságokról is beszéltél korábban, hogy az ilyen, hogy nagyon kevés ember van, aki azóta igazán közel került hozzám, hogy úgy a hírnév úgy megjelent az életemben, és inkább annál intenzívebben ragaszkodok azokhoz, akik már előtte is ott voltak, és ez könnyen lehet, hogy összefügg ezzel. De nyilván nálam azért, tehát még rövidebb ideje is van ez jelen az életemben, amit nem akarok lebregezni, nem rövid. És meg nyilván úgy kevésbé, tehát hogy mondjam, ez egy
rap karrier nem, nem... Tehát engem azért annyira nem lehet meglopni, mint téged, azt hiszem még. De szerintem, figyelj, ha megnézed, a gyerekeim téged ismernek, ha megkérdez a fiatalokat, hogy ki a Krúbi, meg ki a Varga Zoltán, neked van 10 millió, nem tudom, YouTube-on azt hiszem az egyiket láttam 10 millió néző, nem tudom mi a legtöbb, nekem nincs ilyenem, tehát hogy... Irigykedsz is néha ilyenekre? Persze. Igen? Aha, hogyne. Hát, hogy nekem ilyen típusú tehetségem nem volt. Mindig arról teniszeztem, de nem professzionális, nagyon tetszik a tenisz, meg versenyeket nézek, és mindig azon mondtam, fú, újra születnék, tenisz versenyző szeretnék lenni, mert ez olyan menő életmódnak tűnik, aztán most már tudom, hogy nem olyan menő életmód, a top 100 él meg, a többi a szenved egyébként, de hogy persze, hát én pozitív értelemben irigy vagyok az ilyen tehetséges emberekre, ott vannak a középpontban, és gyakorlatilag azt csinálják, amit imádnak. És azzal érik el ezt az imádatot szerintem. Amit említett Zoli, sok olyan ember próbált csapódni hozzád, mióta befutottál, akiknek a szándékaival nem mindig voltál tisztában? Csak azért is kérdezem ezt, mert szerintem olyan nagyon hirtelen jöttél divatba. Szinte egy-két hónap alatt úgy lett egy ilyen Krúbi divat. Hát annyira nem könnyű hozzám csapódni szerintem. Nem mozgok így úgy azokban, vagy sőt, azt kell mondanom, hogy az éjszakai életben úgy, mert a zeneiparnak a szociális érintkezése az éjszakai élet. Abból te kivonod magad? Eléggé, igen. Miért? Egyrészt nem drogozok, amivel kicsit kiesek a körből. Szűkülnek a lehetőségek. Igen, igen, tehát azért az ilyen kapcsolódási pont ebben az iparágban az emberek között, az többnyire a kokain, meg ezek a dolgok, amiket én nem, egyszerűen nem is jutna eszembe, vagy nem élek ilyenekkel. Meg úgy nem tudom, nem szeretek olyan sokáig fölletni, meg ilyen dolgok. Úgyhogy én így... Nem is after, ez elvége van egy bulinak a Budapest Parkban, és mész haza a Budapest? Hát Budapest Parkban van, hogy utána ott iszunk, de... hogy mondjam, ott is, tehát egy ilyen egészséges berúgás, aztán hazamegyek. Te nem is tudsz úgy berúgni, hogy úgy rendesen, ugye? Hát azért voltam már részeg életemben párszor, de hogy úgy nem. De számon tartod. Igen. De hogy nem olyan gyakran, meg mit tudom, hogy most ha elmegyünk egy fesztiválra, vagy egy vidéki klubba, akkor koncert után átöltözöm, megtörölközöm, beülök a klubba, és megyünk haza, és próbálok minél többet aludni. Tehát, hogy nem ez a... Nem is tudnám azt csinálni, meg így is folyton beteg vagyok, tehát nehezen bírja az immunrendszerem ezt a koncertezést, és úgy érzem, hogyha így még azon felül megterhelem magam bulizással, akkor végképp nem bírom. Úgyhogy nem is jelen. Olyan értelemben tartottál önvizsgálatot, hogy mit változtatott rajtad ez a hihetetlen nagy felhajtás? Hát gondolkozgattam már ezen, de hogy annyira nehezen tudom ezen a ponton elképzelni, hogy mi lenne most velem, ha ez nem lenne, pedig most 5 éve van az életemben, vagy 4-5 éve, és ezzel együtt, tehát hogy megpróbálok visszagondolni, hogy így mit csináltam ezelőtt, hogy így nem tudom, bementem az egyetemre, és így nem kellett kommandózni, meg ilyet, hogy így... Most azt kell szinten? Hát most így nagyon szívvel, még mindig maszkba járok mindenhova. tehát, hogy valahogy már el sem tudom képzelni, mert az mintha egy másik élet lett volna, úgyhogy nagyon nehezen tudom megmondani, hogy miben változtam. Azt gondolom, hogy az ilyen nagyon sztereotipikus személyiség, romlás, ami végigmegy a sztárokon sokszor, amikor befutnak, azokat úgy abba bízom, hogy elég értelmes ember vagyok ahhoz, hogy elkerüljem, hogy... Sokszor az sem segít egyébként. Tehát az ember azt szokták mondani, hogy szükségképpen eldobálja az agyát. Az a kérdés, hogy megtalálja-e utána. Neked volt olyan, hogy úgy kicsit fejed beszállt? Akár csak hetekre, hónapokra? Bizonyos kérdésekben azt gondolom, hogy volt, de úgy nem őrültem meg úgy soha úgy. Tehát tényleg egyrészt az, hogy az éjszakai életben annyira durván nem vetettem bele magam, azt gondolom, hogy ez a fő hiba, amit elkövetnek a zenészek, amikor befutnak, meg a nyilván az, hogy akkor egy kis pénzhez jutnak, és akkor azt elkezdik szórni, és ezt sem csináltam, meg úgy nem tudom, nem érdekel a divat, nem érdekelnek az autók, és így nem költöm rá a pénzemet egyáltalán, és így. Úgyhogy ezt a két klasszikus hibát azt hiszem, hogy sikerült elkerülni, inkább ilyen olyan dolgokban kell odafigyelnem, hogy megszokja az ember, hogy minden róla szól, és hogy
azokkal az emberekkel, akik így a volt osztálytársaim meg ilyenek, akkor ott, hogy ott tehát nem, kicsit úgy tudatosan a háttérbe lépni néha, az egy olyan dolog, amire így meg kell nevelnem magam, és de ja, tehát szóval azt gondolom, hogy inkább olyan ember vagyok, aki túl gondol dolgokat, és nem olyan, aki ész nélkül megváltozik, attól, hogy ilyen hatások érik, hanem az, aki így az első pillanattól kezdve elemzi, hogy milyen hatások érik, és próbálja elkerülni, kiangolnázni magát a negatívokba. Angolnázni. Szerintem senki nem vágyik arra, hogy most a villamoson oda jöjjenek hozzá fotózkodni. Jaj, de hányan. Istenem. De jó, lehet, azok nem mennek. Hány ember van? De azok nem ülnek itt? Így van. Ez így van. Ez így van. Nem tudom, szerintem, amikor nem tudom, megyek az Aldiba bevásárolni, akkor csak azt akarom, hogy hagyjanak békén. És igazából ennyi. Zoli, téged a pénz, a vagyon, a befolyás, a hatalom. Tartottál önvizsgálatot, hogy miben változtatott, meg ha megváltoztatott? Biztos, hogy megváltoztatott, szerintem. Szerintem a kezdet-kezdetén nagyon fontos volt, hogy szerintem gazdag akartam lenni, tehát, hogy fontos volt a pénz. A pénzzel együtt szokott önteltség is járni. Azon nem kaptad magad, akár csak időszakosan is? Kezdet-kezdetén? De. És akkor én is egyébként ezen tudatosan dolgoztam. Tehát amikor az elején úgy éreztem, hogy nem voltak, amikor kollégákkal nem megfelelő szavakat használtam, ilyen 30 és 40 éves korom között, és rájöttem utána, hogy mekkora izék, nem mondom ezt a szót, de... Meghagyjuk neki. Jó, mekkora kispöcs lehettem, de ezen túljutottam, és rájöttem, hogy ezt lehet jó kezelni, intelligensen kezelni, sokkal jobban elfogadnak az emberek. De ez szerintem ez egyébként ez bizonyos értelemben a drive-val, agresszivitással sok minden összeköthető. Meg is aláztál, beosztottad? Arra nem emlékszem, szerintem nem. De nem biztos, hogy mindig jó fej voltam. Hogyha egyszer valamit azt gondolod, hogy most kellene azonnal, már tegnapra kellett volna, meg menne haza munka után, akkor biztos, hogy nem vagyok jó fej. Akkor milyen vagy? Demanding. Kellen az az anyag. Tehát, hogy már haladni szeretnék vele. Meg az is benne lehet minden mögött, hogy azért te, és ebből se csinálsz titkot, kétszer tulajdonképpen tönkrementél. Igen. A tönkremenés alatt, ez engem mindig érdekel, hogy az hogy kell elképzelni, mert van, aki tönkremegy, de hát azért, hogy ellébecol még most idézőjelbetével az életbe, meg van az, aki teljesen tönkremegy. Hát én ezekbe föl tudtam állni. Tönkremenés alatt azt kell érteni, hogy adósságaim lettek. Tehát amennyi pénzem volt, az eltűnt, és még adósságaim lettek. De az egyik esetben volt munkám, tehát hogy tudtam dolgozni, és egyébként másnap ugyanazt csináltam, mint amivel tönkre mentem, csak okosabban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy volt egy nagy hibám, és azt megpróbáltam kiküszöbölni. Mivel telik a hírt követő első 24 óra? Tehát öngyilkossági gondolatai vannak az embernek, berúg, mint a varacskos disznó, vagy azt mondja, hogy aha, ez a megoldás. Tehát már tudom, hogy fogom. Nem. Az túlzottan tudat. Meg túlzottan tudatosnak kellene lenni. Kettő, azért emocionálisan befolyásol, hogy dolgoztál, nem tudom, 10-20 évig, és akkor semmit nincsen. Tehát azért ez a második egyébként, amikor másodszor tönkrementem, akkor azért nekem gyerekeim voltak. És azért az nem volt jó. Tehát, hogy bocsánat, egy gyerekem volt. De hát azért az felelősség. Tehát, hogy hirtelenjében, mert egyedül vagy, oké, bum. Újra kezdem, újra megcsinálom magam. De amikor van már egy családod, akkor ezt nem így gondolod. Tudsz te igazán kétségbe esni? Persze. Hát, tudnék. Csak nem mutatom ki. Sok mindenről beszélgettünk itt, és nálad a te esetben lévén, hogy beszéltél már róla, szerintem megkerülhetetlen a nővéred elvesztése. Hmm. És ugye ezt téged 18 évesen. 19 évesen. Azt nem kijelenthetjük, egy nagyon érett fiatalember, hogy hány éves vagy most? 27. Azt azért érződik szerintem, az Zoli is megerősíteti, hogy érződik valakin, hogy egy komoly élményanyag van mögötte, és hogy van súlya a szavainak. Szerinted ennek köze van hozzá? Tehát az, hogy valaki átél egy ilyet, az nagyon máshova helyezi utána a fókuszokat? Hát, azért nem tudom, hogy ennek... Hogy ezt a komolyságot, amit köszönöm szépen, nem tudom, mennyire ennek köszönhetem.
főleg, hogy a megküzdési stratégiám ezzel a dologgal leginkább szerintem a idő nagy részében inkább az elfojtás volt, mint sem ennek a átérése és megérése, és ez is egy dolog, amin jelenleg dolgozom inkább, mint eddig. Így azt gondolom, hogy nem tudom, hogy tehát hogy erre egy általánosságban nem tudnék válaszolni, hogy ez szükségszerű-e, hogy kell egy ilyen nagy törés az ember életében, hogy megkomolyodjon, vagy biztos, hogy nem kell. Tehát, hogy, és nem tudom az én esetemben sem megmondani, hogy mennyiben tett hozzá. Az biztos, hogy nyilván más ember lennék, ha ez nem történt volna meg bizonyos dolgokban, de úgy nagyon nem tudnék így újra rámutatni, hogy miben. Volt neked olyan korszakod, ezt követően vagy közben, amikor az ember perlekedik a sorssal, a Jóistennel, az emberekkel is mindennel, hogy ez miért velem és velünk történik meg? Persze. De azt hiszem elég jó voltam mindig abban, hogy így mármint, hogy a saját káromra is eltereljem a gondolataimat erről a dologról, és inkább próbáljak úgy tovább működni, mintha nem történt volna semmi. Azt szerintem éreztem bizonyos pontokon, hogy ezek szerint az ember így építhet valamit egy életen keresztül, emberi kapcsolatokat, bármit, és hogy ez csak így elveszhet egy olyan külső tényező miatt, amire semmi ráhatásunk nincs. Tehát, hogy illékony az emberi élet. Igen, tehát ezzel ez úgy erősen, ezt nyilván papíron tudtam előtte is, de hogy azért ez úgy erősebben szembesít ezzel, és ez sokszor szemkivált egy olyan érzés, hogy akkor mi a fasz, csinálok bármit, miért fektetek energiát emberi kapcsolatokba, és egy ilyen vágyat arra, hogy az ember úgy felszínesebben legyen jelen az életben, és egy ilyen dühöt, amiért nem tud kevésbé felszínesen jelen lenni, anélkül, hogy rettegésben éljen, hogy elveszt valakit, vagy hogy a saját életét, vagy nem tudom. Tehát igen, ilyen formában a düh meg a harag, azt hiszem, hogy előjött az én életemben is, de egyszerűen sosem voltam jó abban, hogy a saját érzéseimet detektáljam, és azt gondolom, hogy ez az élmény, ez erre az egyébként is létező mechanizmusomra nagyon durán ráerősített. Hogy egyszerűen abban a pillanatban, 19 évesen semennyire nem álltam ki, abszolút nem volt meg az eszköz, készítettem arra, hogy ezeket az élményeket elhelyezzem magamban, és egyszerűen az volt a stratégiám, hogy tehát én teljesen mélyen internalizáltam magamba azt, hogyha olyan szituációkban, ahol érzelmeket intenzíven meg lehetne élni, akkor úgy ezt ki kell kapcsolni. És ez megmentett sok negatív érzelemtől, és megfosztott nagyon sok jó pillanattól. És azt gondolom, hogy amúgy is volt erre tendenciám, és hogy ez a trauma, ez nagyon mélyen belém véste ezt, és hogy ezen kell, vagy szeretném, hogy ez a jövőben kevésbé legyen így igazából. Mert hogy az ember gondolom fél a sérüléstől ebből fakadóan, és inkább kikerüli. Igen, igen. Tehát egy annyira ilyen klasszikus hiba, amit ilyenkor elkövet az ember, hogy olyan hülyén is érzed magad utána, hogy hát ez annyira ilyen tipikus az ilyen gagyi tini sorozatokban is, ezt a tipikus megküzdési stratégiát mutatják be, és nem hiszem el, hogy én is ezt csináltam, hogy azt hittem, hogy én ennél jobb vagyok. De aztán... Miközben nem. Szerintem egy teljesen természetes emberi reakció. Igen, különösen 18-19 évesen. Még egyet árulj ezzel kapcsolatban. Azt szokták mondani, egy ilyen nagy baj, nagy tragédia nagyon összehozhat családokat, és be is üthet bajként, amikor inkább az héthúzás veszi kezdetét. Titeket összehozott? Tehát ez az összekapaszkodás felé vitt benneteket? Szerintem nagyon közel voltunk alapból. Szerintem egy olyan család voltunk eleve, hogy nagyon közel voltunk egymáshoz alapból, és nem tolt ez el minket egymástól, de hogy szerintem sikeresen megmaradtunk közel egymáshoz. Te ilyen jó családba pottyantál? Tehát szeretnivaló, szeretetteljes, gyengétséggel kibélelt. Ebben kifejezetten szerencsém van, úgy gondolom. Igen. Ugye édesanyád német, édesapád magyar, mind a ketten hajóépítő mérnökök,
apukát kiment Németországba, megakadt a szeme a csinos német hölgyön, és hazajöttek. Így születtetek ti. Így van. Hát még a nagyobbik nővérem, aki elmúlt, ő még kint született. Ő még kint született? Igen, igen, nem tudom, 2 éves volt, amikor ide költöztek. Ilyen értelemben neked van effektív és konkrét számottevő német identitásod is? Hogy mondjam, nem vagyok egy nagy német patrióta, vagy mondjam, tehát, hogy itt nőttem fel, alapvetően magyarnak érzem magam. Inkább szerintem ez, hogy kettős állampolgár vagyok, és két nemzetiség van jelen a családomban, ez úgy inkább azt váltotta ki belőlem, hogy úgy nem... Hogy mondjam ezt úgy, hogy ne hangozom rosszul. Hát az ilyen patriotizmus érzése úgy alapvetően nem olyan erős bennem. Szerintem úgy általában. És így... Sem magyar, sem német oldal felé? Igen, tehát nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon szeretek itt élni, és itt képzelem az egész életem, hogyha egy mód van rá. De hogy úgy nem csordul ki a könnyem, ha meghallom a himnuszt, vagy ilyesmi. Tehát hogy szerintem egy kicsit emiatt így kevésbé erős az ilyen nemzeti identitásom. Ilyen kérdésben, amiatt, hogy félig német vagyok, és nem tudom, gyerekként németül tanultam megbeszélni, aztán magyarul, és hogy... Tehát anyanyelvi szinten beszélsz németül? Most már inkább azt mondom, hogy majdnem anyanyelvi szinten, mert tehát csak anyukámmal használom a nyelvet ezen a ponton, meg egy-két német rokonnal. Anyukáddal németül beszéltek? Most már jellemzően úgy beszélünk, hogy ő németül mondja, meg magyarul válaszolok. Ugyan jó. És így meg néha egy keverjük, de igen. Zoli, te szerinted különösen egy üzletember esetén benne mindig felmerül, egy racionális ember vagy egy emocionális ember vagy? Mert úgy tűnik nekem, aztán majd mindjárt mondok valamit, igen. Emocionálisan racionális. De hogy nekem a legjobb üzleteim azok nem Excel alapján születnek. Uh-huh. Azok megérzés alapján. Tehát, és ugye, mi súg? Valami ott hátul? Igen, kis agyba valami súg. De azt én jól tudom, hogy te hiszel a horoszkópban? Szeretem. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy hiszem. Szórakoztatónak tartom, és olvasom egyébként. Tehát nőklapjának a horoszkópját olvasom, és Izin Klári, aki nagyon nagy gurú, és felnézek rá, Klári vagyok, én szoktam beszélgetni. Egy-egy döntésed előtt mondjuk? Nem. Fél évente találkozunk, tehát, hogy feljövöm, és Klári, régen beszélgettünk, bejössz hozzám, és akkor ő felkészült, tehát, hogy a saját, tehát kutat, megcsinálja a házi munkáját, és akkor beszélgettünk, és én direkt azt csinálom, hogy én nem mondok semmit, mert arra nagyon egyszerű lenne építeni, és csak hallgatok, és legtöbbször jókat mond egyébként a Klári. Tehát pozitív-negatív értelemben, tehát ami rossz fog velem történni, az bekövetkezett, meg amit jót mondott, az is bekövetkezett. Tehát, hogy én Klári fán vagyok, úgyhogy vállalom. De hogy ez milyen érdekes, hogy egy ember, akinek azért a feje hideg, aki azért dönt, vezet, nagyon nagy tétbe játszik, elolvassa a nőklapi horoszkópját. Azért én nem vagyok hideg. Tehát nem? Nem. Tehát, hogy... Nagyon szeretem a filmeket, és mondjuk, hogyha a Cinema Paradiso a kedvenc filmem. Ezt én is nagyon szeretem. Akárszor megérzem. Elsírom magam. Tehát, hogy emlékszem, még gimnáziumban még volt a filmklub, és akkor ciki volt, tehát elsírtam magam a moziba. Tehát, hogy ez szerintem fontos, hogy egyrészt tudj érzelmes lenni, bizonyos helyzetekben szerintem ki kell mutatnod az érzelmeidet. Tehát 500 ember előtt is én már elsírtam magam. Tehát mondtam a beszédemet, és nem tudtam folytatni. De ebből egy nagy taps lett. Tehát az emberek ezt szerintem értékelik. Tehát, hogy szerintem én nem vagyok hideg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak az a hírem a városban, hogy kemény vagyok, üzleti döntésekben, de ha nem vagy kemény, akkor tönkre mész. Meg akkor baláknak néznek. Tehát, hogy kell tudni nemet mondani. Ahogy Krisztián esetén picit elválik, ha jól sejtem, a Krúbi és a Horváth Krisztián, úgy a te esetedben az üzletember, a tárgyalópartner Varga Zoltán, és az otthon filmet néző Varga Zoltán szintén köszönő viszonyban nincs egy. Abszolút, így van. Akkor, amikor, aztán nem fogunk politizálni, de amikor mondjuk úgy, hogy bizonyos újságok célkeresztjébe kerültél, az például emberileg, és ez a része érdekelne igazán, amikor úgy rendszeresen írtak mindenfélét, támadtak, akkor az emberileg téged megviselt? Megviselt. Szerintem minden normális embert megviselt. Egyrészt igazságtalannak éreztem,
nemtelennek éreztem, és fel voltam háborodva. De nagyon-nagyon megérintett. Én azt gondolom, hogy az a befektető vagyok, aki mindent önerejéből ért el. Tehát sosem ilyen állami hűpénzt nem kaptam, tehát én, nincsenek autópályaépítésem, stb. Tehát, hogy én mindig azt mondtam, hogy nem jó az állammal üzletelni, mert onnantól kezdve ez egy halálos ölelés. Egy ideig jó lehet, aztán utána úgy dobnak el, ahogy akarnak. Tehát ez nem kell. És szerintem a legnagyobb értékem az a függetlenségem. Mind szellemi, mind anyagi, bármilyen tekintetben. De amikor az ember ilyen olyan újságcím alapján olvas ezt-azt magáról, megfigyelik, az dacot szül benne, vagy van olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy hagyom én ezt az egészet a fenébe? Nem, bennem dacot. Tehát nehogy már. Hogy jönnek ehhez? Tehát, hogy bennem abszolút dacot. Tehát, hogy, és ez a dac szerintem több mindenből. Tehát a vidéki kisfiúból jön, jön az, hogy megmutatom, jön az, hogy tudom én azt, hogy mitől döglik a légy. Tehát, hogy szerintem ennek több összetevője van, de semmiképp se az, hogy akkor én inkább elsétálok. Tehát bennem kifejezetten harci kedvet, és mindenféle ellenállást élvez. Tehát, hogy szerintem bután csinálták. Tehát, hogyha ezekkel a cikkekkel pont az ellenkező hatást érték el. Mondd, Krisztián, amikor olyanokat nyilatkozol, és tudunk titkot tartani, nekünk elmondhatod, olyanokat nyilatkozol, amikor sokak megdöbbenésére te veszed át, pontosabban, és most jön a dupla csavar, nem veszed át a fonogramdíjat, szóval te leszel a fonogramdíjas, hogy nem is nagyon tudtam arról, hogy van ez a díj, én nem ismerem, hogy kik azok, adják ezt, el sem ész a díjátadóra, mert állítólag neked fontosabb teendőid voltak abban az időben. Szóval ezeket, azon gondolkodtam, amikor készültem és hallgattam ezeket az interjúkat, minthogyha ezeket úgy eljátszanád, hogy ennyire nem érdekel. Téged ez tényleg ennyire nem érdekelt? 21-22 évesen? Nem. Hát most a fonogramdíj, vagy az ilyen jellegű szakmai elismerés, tehát szerintem ezt el is mondtam, hogy nyilván jól esik, de hogy nem esik jobban, mint ha bárki más ismer el. Tehát, hogy mivel tehát a fonogramdíjról szerintem itt ne, az nem igaz, hogy akkor hallottam először, amikor jelöltek, de hogy nem sokkal előtte van, hogy életnek folytán. Igen, bocsánat, ezt mondtad, hogy azt se tudom Isten igazából. Tehát, hogy szerintem nem egy olyan dolog, amivel ugye legalábbis a magam generáció nevében beszéltek, hogy még olyanok is, akik zenével úgy foglalkoznak, hogy így nem igazán érdekel szerintem senkit. Tehát, hogy nem tudom megmondani, hogy ki nyerte tavaly a... Majkát érdekelt, rögtön kiírt egy elég paprikás posztot. Hát, szerintem Majkát sem érdekli annyira, csak nagyon érzi azt, hogy mi az a hot topic, amiben bele most beszélnek el, hogy akkor megint róla beszélnek nagyon sokáig, tehát neki inkább ez az üzleti stratégiája szerintem. Hát micsoda üzletember, hát olvastuk nemrég, milyen gazdag ember. Érti a médiát, megérti az egész show business és a nyilvánosságot. Igen, szerintem nála is erről, azt nem hiszem, hogy álmatlan éjszakái vannak azért, mert valaki nem szavazott meg neki valamit. Inkább ő csak tudja, hogy ezzel került be a bulvárba. Szóval eskü alatt mondod, hogy te ilyenektől is teljesen függetlenítetted magad. Amit én nagyon irigylek, tehát hogy valaki 20-valahányosan azt mondja, hogy ugye háromszoros fonogramdíjas vagy, jól tudom? Igen. Hogy ezt úgy nem tartod annyira számon. Ki sincs téve nagyon a meghatározott helyre. Nincs egy kis nálam. Egyiket az állnak adtam, aki egy rapper barátom, másikat a menedzseremnek, harmadikat meg egy producernek, akivel sokat dolgok. Vagy még nem is adtam oda neki, de majd... Ja, az nálam van amúgy. Még nem adtam oda, de neki tervezem odaadni valamit, de nincs kitéve. Mondd, ha már Majkát említettük, nem róla akarok feltétlenül beszélni, amikor bejön egy fiatalember, hirtelen berobban, 10 millióan megnézik. A zenés C, jó magyar szokás szerint elkezdi utálni? Mondjuk az idősebbek? Hogy mit keres itt az a kisgyerek? Nekem nem ez a megélésem. Abszolút pozitívan nyilatkozik rólam szinte mindenki. Szinte már túlzottan is azt érzem. Hogy így, már meglepőd. Már azon vagyok, hogy gyanús. Nézzek emberekkel, akikre hogy én mindig fölnéztem, meg fiatalabb koromban az interjúkat, és így folyamatosan az jön velem szemben az interjúban, hogy megemlítenek engem, hogy szeretnek. És hogy igen, Lovasi, igen, azt mondta, Bödöcs, ezt mondta, Gangsta Zoli, ezt mondta. És hogy csak én nézem az interjúkat, és inkább az jön szembe, hogy abszolút pozitív visszajelzések. Fölfogtad te ezt mindig érdeme szerint, hogy mi történik veled? Hogy Bödöcs Tibor téged kér meg, hogy írj előszót a könyvéhez. Hogy Lovasi András kiemel.
hogy ilyenkor az ember úgy azt mondja, hogy na, mi a túró történik velem? Hát, ilyen aha élmény neked volt, vagy van? Hát azért olyan, hogy mondjam, amikor először Lovasi, amikor megjelent a második albumom, az Ösztönlény, akkor a Lovasi akkor másnapján kiposztolt valamit, Facebook, megosztott az albumot a saját Facebook oldalán, és nem azt írta, hogy ez egy jó album, hanem azt, hogy 10-20 évente születik ekkora tehetség, vagy valami ilyesmit írt. Akkor felkaptam a laptopom, és így szaladtam le a lépcsőn, és mutattam a barátomnak, hogy úristen! Úgyhogy igen, ez azért ilyen durva élmény, nagyon, és nagyon-nagyon jól esik. Ezzel együtt egyébként, hogy mondjam, tehát, hogy ez lehet egyfajta öntettség, de úgy tényleg nagyon jónak gondolom, amit csinálok. Ami van, az. Jó. Hát tehát azért valahol az is gondolom, hogy örülök, hogy a Lovasi is látja, hogy mi a helyzet, mert hogy tényleg így van. És hogy azért tehát van ennyi önbizalmam ebben, tehát nem azt érzem, hogy úristen, hát miért pont engem mond, azt gondolom, hogy nem véletlenül, de hogy ezzel együtt nagyon-nagyon jól tud esni, igen. Zoli, azt elárulod, hogy miért mentél az El Camino-ra? Nagyon egyszerű, meghalt a pótpapám, meg a legjobb barátom, teljesen váratlan, infarktusban. Plusz nem éreztem jól magam a bőrömbe, tehát család magánélet. Egy hónap múlva én már Franciaországban voltam egyébként, és másnap indultam neki. Mire adott választ, ha adott? Nagyon sok mindenre. Én mindenkinek javaslom. Tehát, hogy valójában én a sikereimet a Camino óta számolom. Ez tehát, komolyan volt. Igen. Tehát, hogy sokkal fókuszáltabb lettem, olyan, mint hogyha megértettem volna a dolgokat a világból. Tehát azért egy hónapig egyedül sétálsz, és rengeteg emberrel találkozol, rengeteg emberrel beszélgetsz, de azért mégiscsak egyedül vagy. És ezt az, és ráadásul úgy jött telefon nélkül, tehát akkor még nem volt még 5G, 4G, stb. Tehát, hogy egy olyan telefon volt nálam, amit a családom ismert, meg a titkárnőm, tehát, hogy engem nem lehetett akkor elérni. Tehát csak hogyha valami nagy baj volt, akkor fel tudtak hívni a családból, meg a titkárnő. Azon kívül, és életem megszabadulva időszaka volt, semmi felelősség, semmi döntés. Megállok enni, veszek egy narancsot, hol foglalok szállást. Tehát, hogy ezek voltak a döntéseim. De rengeteg időm volt gondolkodni, agyalni, tehát, hogy szerintem mindenkinek jót tenne. Jellemfejlődés, biztos. De én sokkal fókuszáltabban jöttem vissza. Tehát én onnan úgy jöttem vissza, hogy eldöntöttem dolgokat az életbe, a sajátomba, és sokkal fókuszáltabban közelítettem meg azután egyébként dolgokat. Krisztián, azt szokták mondani, hogy a rock'n'rollt, nem tudom én, 75 éves koráig tudja csinálni az ember. Mick Jagger még most sem nevetséges, amikor ott ugrabugrál a színpadon. Rappereknél van ilyen, hogy nem tudom én, 50 fölött már viccesebb, amikor valaki ott ugrabugrál? Hát te még nagyon fiatal vagy, ez odébb van. Szerintem valójában annyi történt, hogy a rap az új rock'n'roll, és most ilyen fiatalos valami, de 40 év múlva a rap lesz az öregek műfaja, és lesz valami új, ami rap lesz olyan, ami most a rock, és lesz valami új, amit most még nem ismerünk. Úgyhogy bizonyára lesznek arcok a rap műfajban is, akik még 70 évesen is koncertezni fognak, és nem lesz ciki. Te ez leszel? Nem, nagyon remélem, hogy nem. Én ciki szeretnék lenni. Nem, én nem úgy képzelem az életemet, hogy időskoromban még színpadon állok. Tehát, mit fogsz csinálni? Van egy nagyon konkrét elképzelésem, hogy így hogy szeretném a különböző szakaszokat az életemben, de most nem leszek túl jó interjú alany, mert hogy ezeket nem szeretném elsütni. Tehát, alapvetően ezt a zenei dolgot, ezt egy bizonyos ponton stílusosan leszeretném zárni inkább. Azt gondolom, hogy egy ilyen életműben egy kiaknázatlan lehetőség a legtöbb zenész által csinálni egy olyan korszakot, vagy egy olyan albumot, ami kifejezetten úgy készül, mint záró időszak. Azt gondolom, hogy egy film is akkor jó, hogyha úgy van felépítve, hogy van egy vége, és hogy le van zárva, és hogy egy életmű is ez. Te 20, hány éves? 27, ugye? 27. 27 évesen már nagyjából tudod, hogy mikor jön az a nagy igazi hattyúdal? Nyilván, hogy most pont mikorra készülök el, azzal azt még nem tudom így évre pontosan megmondani, de van egy elképzelésem, igen, hogy mikor szeretném úgy lezárni a saját akaratomból, ahogy én jónak látom, és nem úgy szépen elhalványodni idővel, hanem inkább úgy stílusosan.
Már zokognak a rajongók szerintem, most elkezdik, mert te jó Isten. Tegyük hozzá az ő kedvükért, hogy ez még jó sokára lesz. Na, úgyhogy kapjuk a tiltakozó leveleket. Hát legalább jövőre, vagy ilyen. Azt kérem, hogy mindenkinek úgy történjen, ahogy neki a legjobb. Horváth Krisztiánt és Varga Zoltánt látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.